Játszottunk egy kicsit, most pedig sportoljunk, méghozzá egy egészen különleges sportággal foglalkozunk, a síkrosszal, már csak azért is, mert ez egy nagyon látványos, talán önök közül kevesebben ismerik, de akár érdemes lesz majd nézni a női síkrossz versenyeket, például a Cortina d'Ampezzói olimpián, a következő téli olimpián majd 2026-ban, hiszen ott lehet Szekhalmi Fanni is majd a versenyzők között. Fordulok hozzá, aki az ifjúság olimpián is már ott volt a legjobb 10 között. Szervusz, jó reggelt kívánok neked is, illetve itt van az edzője Székely Zoltán is, jó reggelt kívánok. Síkrossz. Milyen egy síkrossz verseny? Arra kérnek szépen, hogy mutassuk be a nézőknek, mert ugye ez nagyon látványos, tehát nem klasszikusan az, amikor látjuk, hogy a lejtő lefelé kapuk között síelnek a versenyzők, illetve nem is a sífutás például, ahol egy bizonyos pályán láthatjuk, hogy hogyan mennek hosszú távon a síelők sífutás szempontjából. Hát olyan egy síkrossz pálya, hogy ilyen ugratók vannak megépítve, és igazából egy ilyen ugratós pálya van, és akkor ott négyen megyünk le, és akkor az nyer, aki hamarabb leér. Ilyen szempontból ugye látszik egyből, hogy ki a győztes, nem az, vagy időeredményt látunk, és itt azért lehet test-test elleni küzdelem is, az milyen szokott lenni? Hát annyira nem lehet, így a másikat így nem lökheted ki, meg ilyenek meg kizárnak, de igen, ilyen minimális lökdösődés van meg, hogyha ugratunk és a levegőbe így összeérünk, olyan előfordulhat. Egy edző, amikor azt látja, hogy a versenyzője az ifjúsági olimpián a legjobb 10 között végez, vagy a junior világbajnokságon, vagy ifjúsági világbajnokságon a 25., azért az mindenféleképpen büszkeségre ad okot. Milyen volt látni Fannit az ifjúsági olimpián? Igen, így van. Rendkívül izgalmas volt az ifjúsági olimpián végig szurkolni és tanácsokat adni a Fanninak. Egy rendkívül nehéz pályán zajlott a verseny, tényleg egy olimpiai szintű lejtőn a pályának az első részébe, ilyen 4 méter magas falakon kellett átverekedjék magukat a versenyzők, körülbelül úgy kell elképzelni, hogy eldördül a startpisztoly, és 4 versenyző elindul egy meredek lejtőn lefelé, és minthogyha második emeletre sielnének fel rögtön a pályának az elején, és utána különböző kanyarok, ugratók és hullámok váltakoznak a célba érkezésig. Úgyhogy elég hosszú volt a verseny, mivel a különböző kvalifikációs futamok voltak, 5 futamon ment keresztül az ellenfeleivel együtt a Fanni, és hát minden futamban izgultunk, mert remekül szerepelt. És nagyon nagy hidegben. Gratulálunk egyébként a remek szerepléshez. Köszönöm ezúttal szépen. Is, hiszen mínusz 20 fok volt. Milyen verseny? Hát igen, nagyon hideg volt. Hát már hozzászoktam, ez vele jár. Maga a verseny, hallottuk, hogy több futamból áll, ez mekkora megterhelés fizikailag, mentálisan, hogy nem az, hogy egyszer kell jól teljesíteni, hanem folyamatosan, és el kell jutni a döntőig, vagy az éremküzdelmekig, bárhova, és akkor ott még egyszer megmutatni, hogy mennyire jó az ember. Hát igen, de én ezt nagyon élvezem, igazából ez nekem nem nehézség, én ezt, ez a legjobb érzés nekem, amikor beállok a rajtba, és újra rajtolhatok. Az, hogy a síkrossz lett a te választott sportágad, az minek köszönhető? Mennyire volt egyszerű? Hát ez? Igazából elég véletlen alakult így, mert Zoli látta, hogy van egy tábor Grúziában, ilyen síkrossz tanfolyam, és akkor mondta, hogy menjünk ki. És akkor én még így mondtam is neki, hogy hú, síkrossz. Hát én nem tudom, hogy én tudnám csinálni, és akkor kimentünk, és akkor én nagyon élveztem. És akkor ott mondta is a síkrossz edző, hogy menjünk el versenyekre. És elmentünk, és akkor egyre jobban megtetszett, és ilyen tök jó pontokat mentem, és hát így egyszer csak így kialakult, hogy én síkrosszozom. Az látszott, hogy valóban feküdhet neki ez a síkrossz akkor, amikor egyáltalán az ember látta őt síelni a pályán? Abszolút, azért is mondtam, hogy próbáljuk ki, mert Fanni rendkívül sokoldalú síelő. A ritka síelők közé tartozik, aki a gyors számokat is vállalja, tehát nem fél tényleg egy meredekebb lejtőn, vagy egy nagyobb tempóval síelni, az ugratóktól sem ijed meg, úgyhogy kvázi ez egy hozzápasszoló versenyszám, ez a síkrossz, és tényleg az érződik rajta, amikor a pályán van, hogy ő a legboldogabb versenyző, aki síelhet. 2026 Cortina d'Ampezzo, a következő téli olimpia, ez van már a célkeresztben? Igen. Mindig is ez volt.
hogyan lehet oda eljutni, hogyan lehet kvalifikálni, milyen úton, módon van ott az ember a versenyen majd? Hát ez a pontszámoktól függ igazából. De elég haladok a felé, hogy meglegyen, minél és hogy ott verseny, legyek. Igen. Minél több versenyen kell részt venni, és akkor úgy eljuthat az ember. Hány versenyről van szó? Egy percünk maradt még nagyjából, hogy ott lehessen majd fanni is, és akkor együtt szurkolhassunk neki majd a téli olimpián. Hát ezt így versenyszámokban nehéz megmondani, de a szezon hátra lévő részére mindenképp az a cél, hogy pontot tudjon javítani, azzal kvalifikálhatja magát a világkupa sorozatba, és hogyha világkupa sorozatba tud 30-on belül végezni, akkor onnantól már biztos helye van az olimpiára, úgyhogy körülbelül ez a menete. Hogyha már a világkupán tud indulni, akkor pedig a tévéből is szurkolhatunk neki, hiszen azt közvetítik. Nagyon fogunk neked szurkolni. Köszönöm. Köszönöm szépen.